egy zárkany is fölsivít a hang. Fiúk, hazánkért, Isten veletek! Krassó György Májusi hajnal című versével kezdődött a megemlékezés. Pécsett a 48-as téren Nagy Imre és társai 1956. június 16-ai kivégzése és 1989. június 16-ai újratemetése előtt tisztelegtek a megjelentek. Az esemény az 56-os emlékév záró rendezvénye. Az emlékezőket elsőként Páva Zsolt köszöntötte. Egy nagyon sikeres emlékévet tudtuk magunkénak itt Pécsett, hiszen számos emelkedett eseményre került sor, megemlékedésekre, koszorúdásokra, konferenciára, kiadványokra, és lehetne folytatni a sort. A megemlékezés résztvevői az ünnepi gondolatok után Debreceni László az 56-os diákparlament elnökének visszaemlékezését hallhatták. Beszédében elmesélte, éppen börtönben ült, mikor az újságban olvasta Nagy Imre és társai kivégzésének hírét. Közlemény végén ez áll. Mindezekért a legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa Nagy Imrét, Gémes Miklós, Paléter Pált, dr. Szilágyi Józsefet és Rosadzi Gézát halálra ítélte. Az ítéleteket végrehajtotta. A köszöntő beszédek után az emlékezők elhelyezték koszorúikat a 48-as téri emlékműnél. Elsőként Pécs polgármestere, majd az 56-os szervezetek képviselői és pártpolitikusok helyezték el az emlékezés virágait.